magamat, az volt a cél, hogy tényleg egy koordinált, laza futásra teljesítsem a első négy automatikus kvalifikációt érő helyek egyikét. 71-et ideileg jobban megy századdal, 200-ra vagyok a saját országos csúcsomtól, úgyhogy ez egy hatalmas nagy magabiztosságot ad a következő napra, hogy tényleg lazán koordináltam 71-et tudtam futni, és holnap meg egy tök másik verseny lesz, ahol most már tényleg azt értem, nagyon-nagyon tudok futni. Milyen volt, amikor felrobbant a stadion? Ez egy lehetetlen érzés, és pont ugye úgy álltam, hogy állt a Pia, nagyon sok lengyel van, hatalmas tapsot kapott. Jött a Nia Ali, aki kétszeres világbajnok, még nagyobb tapsot kapott, és így álltam, hogy fogok én ennél nagyobb tapsot kapni, de nagyobb tapsot kaptam is kicsit úgy, hogy nagyon jó érzés, és ebből a pozitív atmoszférából imitkeztek el mindenkinek. Sokáig nem írták ki az eredményedet, látom, hogy nézed a kivetítőt, aztán megjelent a Hold verseny. Mi volt a köben? Igazából ezt éreztük mind a ketten, hogy nagyon közel vagyunk egymáshoz, aztán azonos idővel jöttünk ki. Itt szerintem jelenleg nincsen ennek jelentősége. Azt néztem, hogy bíztam benne, hogy 70 elején lesz, mert ugye Piának láttam, hogy 65, éreztem, hogy közel vagyok, mondom, talán egy új országos csúcs is benne van, de mondom, 70 körül biztos. Igazából ezt vártam, hogy akkor mennyire lett ez jó. Most vagy inkább zavarban, vagy amikor bemutattak kint a nézők előtt? Egyértelműen, amikor bemutattak kint, de nem is zavarban mondanám, kicsit így megvoltam szeppenve amúgy szerintem. Kicsit féltem, hogy fogok reagálni tényleg, mert még ennyi magyar ember előtt életemben nem futottam, viszont akkora motivációt, akkora nyugalmat sugározott így a magyar közönség a számomra, hogy tényleg ez elmondhatatlan, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. És végül is hogy reagáltál? Úgy voltam vele, hogy ha még nem is én vagyok a leggyorsabb a futamomban, de tudtam, hogy a legnagyobb szurkolótáborom az nekem van. És tényleg ez annyira jó érzés volt, mikor beléptem a pályára, hogy tényleg úgy voltam vele, hogy ha itt nem futom ki magam, és nem hagyom itt a szívemet, lelkemet, akkor hol máshol. Úgy gondolom, hogy ez sikerült. Tényleg mindent próbáltam beleadni. Hiba nélkül szerettem volna futni. A második átban viszont volt egy icipici hibám, de úgy gondolom, hogy tök jól meg tudtam oldani a dolgot, úgyhogy elégedett vagyok.